Hú, nagyon szép jó reggelt mindenkinek! Az útvonalat azt ismerni fogjátok, viszont az autó az újdonság. És akkor rögtön kezdjük azzal, hogy mi mindent kapcsolok én ki. A Kia Sportage-en, amikor elindulok, autós startstopot kikapcsolom, sávtartó asszisztenzt kikapcsolom, bemegyek a menübe és innen ki kell kapcsolnom, hogy frontális ütközés veszélynél ő belefékezzen, mert ez kéklámpás használatnál konkrét életveszéllyel jár, átrakom az autót sportmódba, és azt hiszem, hogy megvagyunk, tehát körülbelül ezután tudok elindulni, hogyha kéklámpával kell, és hát természetesen a Kia-n egy 1-es gomb meg egy HF, ugye ezzel elindul a fény, és kormányról tudom vezérelni a hangot. Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. A vérlovagok. DJI kameráinkat biztosította a MyActionCam. És ezek után tudunk belevágni egy kéklámpás útba. Ilyen ez a modern technika, tehát például, hogyha a sávtartó automatikát nem kapcsolom ki, akkor állandóan belekorrigál a kormányba, hogyha index nélkül megyek át a szaggatott vonalon. A ráfutás gátló az konkrétan olyan helyzetekben, ahol simán átfér az autó, gondolkozás nélkül belefékez, úgyhogy én nyomom a gázt, tehát így működik egy modern autó, és sajnos ezek a kéklámpás használathoz alkalmatlanok. Pont a Semmelweis-es egyik kollégával, akivel jóba vagyunk, nagyon beszéltem, hogy ők az új Hyundai-aikon ugyanezt eljátsszák, mert hogy ugyanezek a rendszerek benne vannak ma már minden autóban. És hát ugye ez a nagy újdonság, hogy a Kia Sportage-ben jöhettek most velünk, az útvonal az teljes egészében ismert lesz, az amerikai útra megyek, azonnal az intenzív osztályra kell vért vinnem. És mivel hétfő reggel van és nagyon nagy a tumultus a városban, ezért a szokásos, idézőjelben biztonsági menekülőutat választom, vagy választottam. Bartók Béla út, Szabadsághíd, Asztória és onnan a buszsáv, mert ezt gondolom a legjárhatóbbnak és a legbiztonságosabbnak, ez ezen a reláción egy nagyon jó bevált út. Nincs benne akkor a küzdelem, hát ez már elhangzott. És az intenzívre kell mennem most is azonnal. Hoppá, jön szembe a 7-es busz. Na, de megállt, jó. Azért azt ilyenkor az ember megvárja, hogy álljanak is meg. És ezt meg is köszönöm mindenkinek. Villamosnak részvillogóval. Tömegközlekedési pilóták, villamosvezetők is, buszvezetők is rengeteget segítenek minden egyes vonulásnál. Nyilván nem csak nekünk, mentőknek, mindenkinek. Az a helyzet, hogy egy autóbusszal tényszerűen nehezebb félreállni, mégis előbb megteszik sokszor, mint személyautósok, ami nem azt jelenti, hogy a személyautók vezetői nem igyekeznek segíteni, csak hát nem reggeltől estig vezetnek, nincs akkor a gyakorlatuk, ez teljesen logikus. Na és akkor egy néhány mondatban, nézzétek meg, még a villamos vezető is megállt, pedig hát ugye elfértem volna mellette. Főjöttem a sínre, még a kipörgésgátló is beleavatkozott, tehát elvette egy kicsit a tüzet. Ha valaki már nézte a videóinkat, akkor annak lehet, hogy feltűnik, hogy sokkal hangosabb a sziréna, mint amúgy szokott lenni. Ennek az az egyszerű oka, majd egyébként tervezünk egy videót, és jön is az nem sokára, biztos, hogy föl fogjuk venni valamikor. Ugye most kaptunk közelmúltban 2 új autót, vadonatúj autót, mind a 2-t. Hát ez a Kia, ez úgy vadonatúj, hogy azóta már több mint 5000 km van benne, csak eddig még videó nem készült vele. Tehát használjuk rendesen. Tehát kaptunk 2 vadonatúj autót. Van egy Skodánk, egy új, amit majd bemutatunk nektek részletesen. És ugye van ez a Kia Sportage, őt is bemutatjuk majd részletesen, de én most egyelőre csak őróla beszélnék.
a papasztól kaptuk, tehát a papasz ki a szalonjától kaptuk ezt az autót, mégpedig használatra. Ami azt jelenti, hogy nem nekünk adták, hanem nekünk adták egy időre, hogy használjuk, éppen ezért. Például ezen a Kián nem gyorsította fel a lépteit. Tehát ezen a Kián azért szól hangosabban a sziréna, mert hogy ugye ezt az autót majd egyszer visszaadjuk. És hát akkor értékesíteni kell majd, tehát nagyon kell rá vigyáznunk. Minden autónkra, meg minden motorunkra, meg mindenre nagyon vigyázunk értelemszerűen. De hogy erre itt más szempontok is voltak, például, hogy nem lehetett a motortérben semmilyen lukat fúrni a célra, mert hát azzal az autónak mégiscsak csökken az értéke. A többi járművünknél ez eddig nem volt szempont, éppen ezért itt az a megoldás született, hogy kellett vásárolnunk egy pár gyári Kia tetőcsomagtartót, és arra van fúrva egy olyan fényhíd, a tetőcsomagtartó milyen, tehát azt átfúrhattuk, arra van fúrva egy olyan fényhíd, ja itt áll egy busz, akkor nekem belső sáv, és akkor innen támadok. Ötösbe enged maga elé? Tojotával így is tökéletes. Tehát a tetősínt fúrtuk át, és arra ment egy olyan fényhíd, amiben viszont benne van a hang. Tehát ez ugyanaz a fényhíd, amit egyébként a rendőrautókon láttok. Talán gyengébb is egyébként a... Nem jó, miért? Állj gyerekem, hát ennyire fosul csinálni. Én szerintem a fénye is gyengébb egy picivel, a hangja az nem, az egyébként rendkívül jó, mérések szerint is. Nem tudok pontos decibel adatot, de tehát már hallottam az autót úgy, hogy érkezett a forgalomban. És nagyon messziről nagyon tisztán jól hallani, tehát hangerejével nincsen baj. Az nem egy egyszer. Na látjátok, most például, nyilván nem hallottátok a szirénától, de most például becsipogott a front assist, tehát a vészfék rá segítő rendszer, és jelzi a szembe jövő 7-es vezető, hogy mehetek, lelassítok. Tehát a front assist becsipogott, hogyha én ezt most nem tettem volna át arra a menüben induláskor, hogy csak figyelmeztetés, akkor bele is fékezett volna nekem, ami egy ilyen helyzetben megkülönböztető jelzéssel a konkrét életveszély kategóriát jelenti. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy azok az autók, amiket ugye a civil autóvezetők érdekében telepakolnak mindenféle ilyen helyettünk dolgozó biztonsági asszisztenssel, tehát hogy oldják meg a vészhelyzetet helyettünk. Na, most kéne erre. Megyek innen. Ja, mert hogy ott meg van egy sávfelbontás, akkor azt megint meg kell kikerüljem. Tehát ugye ez a civil autóvezetők helyett, akik közül nagyon sokan nem vesznek észre vészhelyzeteket, beleszaladnának ráfutásos balesetekbe és a többi, ő nekik biztosan segít. Engem civilben is rettenetesen idegesít, meg kell mondjam egészen őszintén. De hogy megkülönböztető jelzéses közlekedésnél teljesen életveszélyes, hát az sajnos konkrétum. Ezért nagy baj az, hogy például egy ilyet nem lehet menüből úgy kikapcsolni, hogy soha többet nem működjön, hanem egészen egyszerűen ugye az ember kénytelen minden egyes elinduláskor ezeket a funkciókat deaktiválni az autóban. És akkor egyébként a Kiáról tényleg egy mondatot még, hogy ez egy 1.6-os 150 lóerős. Még arra is lehetőséget kaptunk egyébként a papasztól, hogy típust válasszunk, tehát nem ők mondták azt, hogy ezt kapjátok, kész, hanem hogy típust válasszunk.
kipróbáltunk több Kiát, és erre esett a választásunk, mert hogy a magassága, az ülés pozíciója, a méretei, a mozgékonysága, a motorizáltsága mind bőségesen alkalmassá teszik, nem csak erre a feladatra, amiben éppen vagyok, tehát lakott területen belül, hanem lakott területen kívül is, mert hogy képes a megfelelő tartós, magas sebességgel való haladásra is az autó, tehát ez a motorizáltság, ez ezt kényelmesen tudja. Na, úgyhogy hát ezért volt ilyen hangos ez a videó, meg ezért lesz majd még, hogyha ha jöttök velünk ezzel az autóval máskor is, ilyen nagy hanghatás. Köszönöm, hogy elkísértetek, én itt a hangot már lelövöm. És akkor egyenesen, ahogy már láttátok, korábban szaladok hátra a régi hátsó épületre, ahol az amerikai úti idegsebészetnek az intenzív osztálya van, fényt is lekapcsolom. Ő már tök fölösleges, és akkor rohanok föl az intenzívre a vérre, leadom, aztán már majd kényelmesen a dugóban arra szolgatok visszafelé. Visszafele már nem kell sietnem sehova a jelen állás szerint. Úgyhogy köszönöm, hogy elkísértetek, vigyázzatok magatokra, vigyázzatok a vírusokra, mert nagyon sok a betegség. Sziasztok!